A megelőzés mindenképp javasolt, mert azt hallottam, hogy a vadmadarak terjesztik, és nem kellene érintkezni velük, tehát az etetést is zárt térbe oldjuk meg, hogy a madarak ne jöjjenek oda. Mondja Vince Zsuzsa, akinek szomszédjában is többen tartanak baromfit. Hiába azonban a nébih határozata, sokan mégis a szabadtartás hívei. A tápéi baromfitartók nem félnek, hogy az ő madaraik is megfertőződhetnek, ezért sokaknál még most is az udvaron csipegetik a kukoricát a tyúkok. Ez jelenleg nem ajánlott, mert a madárinfluenza európai méretű problémává vált. Németországban és Ausztriában, sőt hétvégén hazánkban is megjelent. A veszély az egész országra vonatkozik, de régiónkban el is rendelték a madarak zárt tartását abból a célból, hogy tovább csökkenjen a vadon élő madarakkal történő érintkezés lehetősége. Hatósági állatosok, ahogy említettem, minden állattartó telepet felkeresnek a zónában, egyrészt az állományok védelme érdekében, vizsgálata érdekében, másrészt pedig ezen információk átadása tekintetében, és amennyiben azt tapasztalják, hogy nem megfelelő a védekezés, akkor erre vonatkozóan adnak tanácsot. A baromfikat etetni, itatni kizárólag teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen lehet, sőt a takarmányt is érdemes így tárolni a járvány mielőbbi lezajlása érdekében. A betegségre minden madár fogékony, de a tyúkok és a pulykák a legérzékenyebbek. A nébih a madarak biztonsága érdekében elsősorban a nagy létszámú állattartó telepeket ellenőrzi, de a háztáji jellegű csupán néhány baromfit tartó kisgazdaságokat is felkeresheti.